Az égbolt az a szem, mely képes végignézni a történetet. Akira Kuroszavától való az idézet, érdemes még egyszer elmondani. Az égbolt az a szem, mely képes végignézni a történetet. A gondolat méltó a filmrendező nagyságához, órákig lehetne elemezni és tűnődni rajta. Itt most csak a képes végignézni értelmére koncentrálok, hiszen egy olyan film bevezetésére vállalkoztam, amelynek nézése közben többször be kell hunynom a szemem, kisebb koromban még az is előfordult, hogy nem voltam képes végignézni. Szörnyű volt, fájt, nem hittem el, hogy ilyen létezik. Kegyetlen film, mondják sokan az Árvácskáról. Tiszta költészet, mondják mások. Ragyog ez a film, mint a napfény Árvácska haján. Árvácska nem sír. Dacos, makacs, öntudatos. Ahogy a film sem kér tőlünk könnyeket, sem elfordulást. Nem azért készült, hogy elfordítsuk a fejünket, hanem azért, hogy nézzük végig. Akár olyan szemtelenül, mint az égbolt, bár erre nem vagyunk képesek. Az ember nem képes annyi szörnyűséget végignézni, szerencsére nem is kerül olyan sokkal közelebbi kapcsolatba. Az 1976-ban készült filmet valószínűleg még a bemutató idején egy csütörtöki napon délelőtt 10 órakor láttam a Puskin moziban. A díszbemutató csak este volt. Azért tudom ilyen pontosan, mert akkoriban még minden héten bemutattak egy új magyar filmet, és mi a hugommal rendületlenül ott ültünk az első előadáson. 20 évesen ez valahogy természetesnek tűnt, így volt kerek a világ. A csütörtöki új magyar film majdnem olyan biztos volt, mint hogy másnap péntek lesz. Majdnem 50 év telt el, és én többnyire csak a tévében nézek magyar filmet, ha találok. Hiányként van jelen bennem, hiányzik a film, és többnyire az irodalom is hiányzik, mármint az igényeimnek, érzékeimnek, hagyományaimnak, zsigereimnek megfelelő. Része vagyok az embertömegnek és kornak, melynek filmiparáról Jean Baudrillard így nyilatkozott. Ez a kultúra képtelen véget érni, csak egyre mélyebbre süllyed, méghozzá úgy, hogy keserű és lejárt szavatosságú, esztétikai vagy spirituális árucikké válik, amelyet mi művészeti termékként fogyasztunk ugyanazzal az alamuszi cinkossággal, ahogyan a politikai osztályok hanyatlását ízlelgetjük. A hivatásos képalkotók ugyanúgy szabotálják a képet, ahogyan a hivatalos politikusok szabotálják a politikát. Eddig a filozófus. Mi azzal, hogy eljöttünk egy filmklubba, ahol még olyan filmeket nézhetünk, ahol a képalkotók nem szabotálják a képet, legalábbis esélyünk van rá, és megcsodáljuk, ahogyan a képalkotónak nevezett mesterek dolgoznak, rájövünk, hogy ők nem is képalkotók, csupán fényt adnak a képnek, és ez is micsoda nagyszerű mutatvány. Milyen lehetne az a film, mely a század magyar prózájának egyik legmegdöbbentőbb remek művéből készült, amiről írója Móricz Zsigmond így nyilatkozott. Irtóztató könyv, azt hiszem, de fantáziának egy sora sincs benne. Ilyen könyvet még nem írtam. Ennek a legkisebb mondata is magából a nyers életből szállott fel, mint a mocsárból a kénes gőz. Ranódi László, aki Szőcs István alkotótársaként kezdte pályáját, és akivel együtt vállalkoztak arra, hogy idézett, adjuk a magyar sors látnokainak kezébe a filmgyártást, hogy olyan filmművészetünk legyen, mely erősíti és táplálja a magyar kultúra letéteményeseit. Tehát Ranódi mindig igazi irodalmat vett alapul filmjeihez. Számomra Pacsirta, az Aranysárkány és az Árvácska feledhetetlen filmjei akkor is, ha nem látom ezeket a filmeket gyakran. Bennem maradtak a képek, Pacsirta Nagy Anna mélységes riadsága, Páger Antal szomorú és reménytelen embersége, akit nem lehet megalázni, mert ami benne van, ahhoz hozzá érni sem lehet. És persze, most újra itt van Csöre, akit Móricz regényéből nem tudtam elképzelni. Úgy látszik, a képzeletnek kell néha kapaszkodó, de a kép meg is köti a képzeletet, mondják. Van azonban olyan kép, ami inkább szárnyat ad a képzeletnek, s ilyen az állami árva,
Csőre arca, mesztelen, majd ingbe öltöztetett teste, lába az ormótlan papucsban, amiben csoda, hogy nem esik el, a szeme, amivel szeretni szeretne és ölni tudna, ha tudna. Az jutott eszembe, hogy Cinkóczi Zsuzsa nélkül ez a film nem jöhetett volna létre, és ha Ranódi nem találja meg őt, bánatában lemond a film elkészítéséről. De hogy megtalálta, úgy használja csúnya szóval ezt a kislány tüneményt, mint a természet részét. Nem mint színészt. A színészet halvány nyoma sem látszik rajta, létezik. Tudom, elcsépelt kifejezés, de nem árt ismételni, ha belegondolok, milyen harsány melodráma is születhetne egy eféle történetből alkalmatlan emberek kezében. Az árvácska a pacsirta után 10 évvel készült. 10 évig írta a forgatókönyveket Ranódi, és vitte a bizottságokhoz, 10 évig dobták vissza sorban a filmterveit, valójában az álmait. Azután egyszer csak megkapta az engedélyt. Képzelhetjük, micsoda öröm volt benne, és micsoda fájdalmakon kellett túl lennie. Az árvácskában mindez benne van. Azért olyan feledhetetlenül szép és keserű.